Hetedik alkalommal került megrendezésre a Városgazda Muay Thai Kupa, a Városgazda Utánpótlás Akadémia és Duduk Károlynak, a Muay Thai szakág vezetőjének főszervezésében. A rendezvényt óriási érdeklődés övezte, a 40 klub 214 nevezővel regisztrálta magát a vasárnapi viadalra. Külön öröm volt, hogy Günther Planck, főbíró is elutazott hozzánk Ausztriából, hogy személyesen is erősítse a versenyt jelenlétével, valamint megmérettesse versenyzőit ezen a nagyszobású viadalon. A verseny magyar főbírája Vojvoda György volt, aki garantálta a szabályok betartását és a mérkőzések biztonságát is. A szervezők az előkészületekben és a verseny alatt is jelentős figyelmet fordítottak a járványügyi védekezésre, országos szinten is kiemelkedő szintű, hogy a Magyar Muay Thai Szakszövetség hivatalos támogatása révén minden versenyző az orvosi vizsgálat keretében átesett a Covid szűrésen, így a mérkőzéseken már csak a küzdelemre kellett összpontosítani. Ezúton is köszönet a versenyzők nevében is. Maga a verseny két ringben zajlott. A Városgazda Akadémia saját versenyzői közül öten léptek szorítóba, közülük hárman szereztek érmes helyezést. Heuser Christopher a 14-15 éves korosztályban, a 63,5 kg-os kategóriában ezüstérmet nyert. Molnár Balázs 71 kg-ban elhozta az elsőknek járó kupát a felnőttek között. A klub legrutinosabb versenyzőjeként Zsikai Dominik nehéz súlyban első mérkőzését KO-val zárta, a döntőben egy nagyon erős küzdelemben maradt alul a 2019-es ifjúsági világbajnokkal szemben, így ezüstérmet szerzett. Gratulálunk minden sportolónak és edzőjüknek. Köszönet a résztvevő klubok sportszerű magatartásáért.